Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a sértett bécsi barokk szekrényt, asztalokat és székeket, illetve egy ónémet konyhaszekrényt akart megjavítani szakemberrel. A vádlott vállalta a bútorok restaurálását, azonban a megállapodott határidőt nem teljesítette. A sértett kifizette a restaurálás költségét, több százezer forintot, azonban a vád szerint a bútorok nem készültek el. A vádlott később elszámolt a sértett által kifizetett pénzösszegekkel. A mostani tárgyaláson aztán váratlan fordulat következett. A sértett saját kézzel írt, közjegyző előtt hitelesített levelét olvasta fel az ügyvédje. Megállapodásunk után baráti állapot alakult ki, jól működött egymás között a kommunikáció, mindig tájékozott, hogy legutoljára milyen állapotban, bútorjai milyen állapotban vannak, rendesen beszéltünk, mindig egymással telefonon. Mindig tájékoztatott, hogy hol tart a bútor restaurálásával. A sértett most azt állítja, őt a vádlott nem ejtette tévedésbe, kárt nem okozott neki, a vádak nem igazak. Azt mondta, személyesen meggyőződött arról, hogy a bútorai megvannak, ezeket a vádlott kaposvári műhelyében tekintette meg. A bíró azt mondta, így két ellentétes okirat áll a bíróság rendelkezésére. Utóbbinak az előbbi tükrében nyilván lehetnek egyéb büntetőjogi következményei is. Ezért fogva muszáj tisztázni ebben az eljárásban lehetőleg azt, hogy mi a háttere ennek az ellentétes két tényállításnak. A tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány miatt a döntést elnapolták, az ügy másodfokon folytatódik tovább.